Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és hát nem akarok most a Levendula jótékony hatásai felsorolásának hibájába esni, de valami olyasmiről szeretnék egy pár gondolattal most beszélni, hogy tulajdonképpen ez a kis, kékes, viszonylag jó illatú növény, hát ez egy csoda. Ugyanakkor nem csak ő a csoda, hanem az is csoda, ami itt most már harmadjára megtörténik. Hasonlít egy kicsit a levendulához. És hát egy füves könyvből idéznék, miből másból, hiszen ha már egyszer egy gyógynövényről van szó, és ma itt a Csornai Tremonti apátságban egy gyógynövény körül forog minden, Márai Sándor füves könyvéről ből idéznék a csodáról, amit ír. A csoda lényegét nem tudom megmutatni, sem bizonyítani. De gondolj talán arra, hogy milyen felfoghatatlan és csodálatos igazi valójában mindaz, amit mindennapinak és természetesnek érzel. Már a létezés ténye is milyen csodaszerű. Úgy van ez a kis növény közöttünk egész esztendőben, hogy mindennapi természetes, hogy itt van egy apátság környékén, és mégis csoda. Csoda a hatásaiban, és abban a legnagyobb csoda, hogy minket összegyűjt. Én azt kívánom a mai délutánra, hogy érezzék jól magukat, élvezzék egymás társaságát, legyen egy nagyon szép délutánjuk, ami csodaszámban, hogy mindegyikünknek, azt hiszem. A szervezőknek nagyon szépen köszönöm a munkáját, azért teszem ezt most meg, már sajnos nem tudok itt maradni, egy budapesti programom van 6 órától, úgyhogy nekem el kell mennem, amit nagyon sajnálok, hogy nem lehetek itt, mert mindig csak a képek hangulatából jön le ez, hogy ez mekkora csoda. Isten hozta mindannyiukat, éljék át a csodát. Köszönöm szépen!